A februárban meghirdetettnek a táborban nagyon gyorsan beteltek a helyek, és 2021-ben összesen 172 kisgyerek jött el Balatonboglárra. Az ország minden részéből, de a Vajdaságból, Erdélyből, Szlovákiából és Németországból is érkeztek jelentkezők. A korábbi sikereknek köszönhetően többeket is visszajáróként köszöntöttünk. Tetszett a tavalyi, ugyanis a szakedzők nem csak kapustéren, de még rendes edzéstéren is jók voltak, megnyerték ugyebár a tetszésemet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy újra lejövök, és még többet tudok tanulni így a második évemben is. A vidámpark, a gömbkilátó, bobozás, ezek mind nagyon jó programok voltak, nagyon jó közösségi, és ezek nekem nagyon tetszettek. Picit féltem, hogy milyen lesz, hogy mennyire tudok teljesíteni, de nagyon jól teljesítettem, sokat fejlődtem, és az élmények is nagyon jók voltak. A lövésem sokat erősödött, azt éreztem is, megcselezni is jobban tudtam, meggyorsultam. A szülők is elégedettek az itteni programokkal és körülményekkel, így nyugodt szívvel hozták el ismét a gyerekeket. Nagyon jó tapasztalatok vannak, azért visszajöttünk, én bízom itt a szakmai munka, amit itt folyik, mert személyesen ismerem az edzők, ismerem a Hajdú Jani, aki vezér, ismerem a Mocsai Tomi, de Hajdú Janival együtt dolgoztunk a válogatottban, tudom milyen szakember, könnyen barátkozik, és jött vele egy ilyen legjobb barát a Szegedről, mint a tavaly. Tavaly ők ketten jönnek mindig, és akkor ő nem lesz próbálni neki beilleszkedni. Egerből is jöttek visszatérő kislányok, akik újabb társakat hoztak magukkal. Szerencsére nem volt nehéz a rábeszélés. Elmondták ugye mindenkinek, hogy itt tényleg milyen szuper edzések vannak, milyen szuper külön programokon vesznek részt, meg ugye az egész légkör, ami itt van. Ugye egy kicsit betekintést nyernek ezáltal a nagyobb világába is. Nagyon jól érezték magukat, és ezért is vagyunk itt. Nagyon-nagyon jó helyen van, nagyon sokat fog tanulni, nagyon sokat fognak nevetni, és nagyon jó barátságokat fognak kötni, és én most is nyugodt szívvel hagyom itt. A NEKA tehetséges kapusa tavaly még maga is táborozó volt, majd felvették, és idén már segítőként kísérte a gyerekeket. Külön kapus edzéseink is voltak tavaly a Vártok Ákossal. Rengeteget fejlődtem már akkor nyáron, és akkor már nagyon megtetszett az egész, hogy ilyen jó szakemberekkel tudok együtt dolgozni. Nálunk a fiú egyes csapatban, amit én kaptam csoportot, kevés a kapus, így le kell edzeni is kell, de nyilván, hogyha el akarnak menni akár boltba, vagy bárhova, mindenre vevő vagyok. A NEKA elismert edzői tartalmas és színvonalas edzéseket tartottak a gyerekeknek, akik sokáig emlegetnek egy-egy gyakorlatot vagy szakmai instrukciót. Három korosztályt hoztunk létre, és azt szerint is kezeljük őket, mindenkinek van külön kísérője, mindenkinek van külön stábja, és az edzéstervet is úgy állítottuk össze, hogy mindenkinek teljesen eltérő legyen, természetesen próbáljuk fejleszteni, képezni is őket, illetve szeretnénk, hogyha a jó hangulat is megmaradna, tehát különböző játékos feladatok is lesznek, de abszolút korosztály specifikusan. Én azt gondolom, hogy jól érzik magukat a gyerekek, barátságok mindenképpen szövődnek, hiszen ők egymással azért versenyeznek a bajnokságban, itt egy kicsit közelebb kerülhetnek egymáshoz. Ez pedig megtartja ezt a kohéziót, a személyes kohéziót, és utána később, amikor érkeznek vagy jelentkeznek hozzánk a kiválasztóra, akkor egyik a másik őket is inspirálja erre. A tábor végén egymás elleni mérkőzések szerepeltek a programban, amit a szülők is megtekinthettek. A sportcsarnokba közösen vonultak át a gyerekek, akik láthatóan fáradtak, de jókedvűek voltak az utolsó napon, és biztosan volt mit mesélni ők, miután hazatértek Balatonboglárról.